Mese Csöpiről, a kis rigóról. Élt egyszer a kerekerdőben egy rigópár. Szép fészket is építettek a bokrok közé, vékony, de erős gajakból fonták, fűszállal és puha pihetollakkal bélelték. A rigó mama lerakott négy picurka kis tojást, és a papával mindketten nagy szeretettel, odafigyeléssel vigyáztak rá. A mama naphosszat melengette a tojásokat, többször megforgatta őket, a papa pedig a közeli bokrokon és fákon figyelt, nehogy valaki zavarja a költést. Messzehangzó énekével boldogan adta tudtára a környék lakóinak, hogy itt nem sokára négy kis rigó fog kikelni a tojásból. Arra persze nagyon vigyázott, nehogy túlságosan közel csalogassa a környék falánk círmos kandúrját, vagy a félelmetes fészekrabló hollót, esetleg a ragadozó karvajt. Telt, múlt az idő, és egyszer csak a Rigó mama boldogan újságolt a párjának, hogy már hallja is, hogy a kicsinyák hogyan kopogtatnak belülről a tojáshéjakon. Bizony, holnap reggelre áttörik kis csőrükkel azt, és ki is fognak kelni. Így is lett. Négy kis pejhes rigófiók a bújt ki a tojásokból. A legkisebb, aki legutoljára bújt ki, a Csöpi nevet kapta. Talán éppen azért, mert ő volt a legkisebb. Csöp kis rigófióka volt, de nagyon élénk. Amikor a mamája vagy a papája megérkezett a fészekhez egy-egy finom, kövér gilisztával, bizony ő tátotta legnagyobbra a száját, hogy neki jusson a legjobb falat. Ez persze nem mindig sikerült, hiszen szülei ugyanolyan gondosan etették a többieket is, mint őt. Szépen éldegélt a Rigó család, a szülők szorgalmas munkája révén a kis Rigók gyorsan cseperettek és tollasodtak. Amikor a macska vagy a karvaj kóborolt a fészek környékén, a rigószülők gyorsan csendre intették a csivitelő kicsiket, akik szófogadóan meg is lapultak a fészek mélyén, amíg a veszély el nem múlt olyan szépen megerősödtek, hogy egy szép júliusi napon már elkezdhették szárnyaik próbálgatását. Kiugrottak a fészekből, és a bokrok alatt rejtőztek el. A szüleik ide hordták nekik a táplálékot. Addig, amíg ők giliszta vadászaton voltak, a kicsik próbálgatták a repülést. A szülők persze felhívták a fiókák figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak, bárki arra jár, gyorsan röppenjenek vagy fussanak be a bokrok alá. Csöpi is így éldegélt a bokrok alatt, azonban kicsit lustácska volt. Inkább szaladgálni szeretett, a repülést alig-alig próbágatta. Pedig ha tudná, milyen nagy szüksége lesz neki majd arra. A finom gilisztákért is a mamája vagy a papája elé alatt. hiába mondta az neki, hogy inkább próbáljon meg felröppenni. Történt egyszer, hogy a rigószülők kicsit sokára érkeztek meg. Csöpinek már nem volt türelme várni. Messze merészkedett a bokroktól, hát ha hamarabb meglátja mamáját vagy papáját. Sétált, ugrándozott, megszemlélte a sárga gólya hírt, rácsodálkozott az ég szinkék nefelejtse, meg is csipegette egy kicsit, jót kortyolt egy kis tócsa friss vizéből, amelyben a tegnapi eső vize gyűlt össze. Sütött a nap, és csöpi jól érezte magát. Szép volt körülötte a világ. Egyszer csak furcsa érzése támadt. Biztosan ti is éreztetek már ilyesmit. Megérzi azt az ember, akarom mondani a kis Rigó, ha valaki figyeli. Hátrafordult éppen abban a pillanatban, amikor egy sötét árnyék suhant feléje. A macska volt az, menekülni kell, jutott egy szempillantás alatt csöpinek eszébe anyja tanítása, és már rohant is, ahogy csak a lábai bírták rohant, rohant, de már érezte, hogy elveszett. A lábaiból kezdett kifogyni az erő, és a bokrok messze voltak. Még egy pillanat, és bekapja a macska. – Repülj! – hallotta ekkora kiáltást. Az anyja kiáltott, aki visszaérkezve már messziről észrevette a veszélyt. Csőréből az összes gilisztát kiejtve sietett kicsinye segítségére. De már késő volt. Nem tudta már elterelni csöpiről a macska figyelmét, csak egy kiáltásra futotta. Repülj! És éppen abban a pillanatban, amikor a macska száját kitátotta, hogy félelmetes fogai közé ragadja a kis madarat, csöpi az utolsó erejét is összeszedve elrugaszkodott. Az utolsó pillanatban feltört benne az ősi ösztön, a madárnak repülnie kell. Néhány csapás, és Csöpi anyjával együtt beröppent az oltalmat a dobókrok közé. Testvérei is rémülten figyelték a jelenetet, és megnyugodva vették körül a remegő kismadarat, mikor megmenekült. Csöpi első repülése az életét mentette meg. Nem is feledkezett meg a gyakorlásról soha többé, és pár nap múlva már vígan kanyarogva repült a fák között, és ügyesen röppent ágról ágra, hogy megtanulja még mindazt, amit egy kis rigónak kell ahhoz, hogy felnőhessen.